Adás témája a sorok között hever. Természetesen levendulás ételeket fogok készíteni, innét a Köröshegyi levendulásból. Kérem, ma mindenképp tartsanak velem! Mindenkit köszöntök nagy-nagy szeretettel az első Köröshegyi Levendula Fesztiválon. Én Madarász Ildikó vagyok, a Balaton háziasszonya, és a mai nap Lajos arra kért fel, hogy levendulás édességeket, illetve levendulás ételeket készítsek, és mutassam be a nagy érdeműnek, és természetesen egy bemutatás, egy ételnél semmit nem jelent, mert szerintem, ha a szánkba veszük, úgy tudjuk igazából eldönteni, hogy melyik az igazán finom. Egy gyors kérdés, mivel ez egy interaktív gasztrosó, ki készített bármit levendulából? Igen. Milyen sütemény? A tetején volt a citrommáz. Igen. A sütemény normális, és azon rajta volt a levendula. Tökéletes, akkor eltalálta azt az arányosságot, ami pont nem kevés és nem sok, mert a levendulánál, hogyha étkezésre használjuk fel, egyetlen egy nagyon fontos ismér van, már pedig az, hogy a kevesebb mindig több a levendulánál. Miért? Azért, mert a levendula teljesen uralkodó íz tud lenni bármilyen ételbe, és milyen ez az íz? Ki tudja? Milyen az íz? Nem? Csípős? Nagyon jó a válasz, igen. Szappanos. Tehát szappanos lesz az étel íze. Milyen felhasználási módot tudnak esetleg elképzelni a sütin kívül? Egy nagy kórus? Szörp, tökéletes szörp. Hogy ízlik a levendula szörp? Finom? Finom, finom. Meg is kóstolta. Mit gondol, mit raknak a levendula szörbe, hogy ne legyen szappanos? Citrom, ez egy tökéletes megfejtés volt, igen. Úgyhogy majd egyel több sütit vehetsz, jó? No, először is készítsünk egy levendulás mediterrán fűszersót. Ki tudja elképzelni a levendulát a hússal? Készítettél? Vagy az előbb hallottad, hogy mondtam, hogy nem marha pörköltet készítettem ma, igen. El tudod, milyen hússal tudod elképzelni? Talán sertéshússal. Teljesen jó a sertéshús, mondjuk egy jóféle tarja, amit bepátszolunk jóféle fűszersóval. Egy vállalkozó, nagyon nagy dolga lesz, kanalazni kell egy tálba. Nagy taps a fiatalembernek! Madarász Ildikó. Topolcai Erik. Erik? Igen. Szoktál bármit készíteni a konyhába? Igen. Mesé, tehát főzöl? Igen. Tojást főzöl? Igen. Virslit főzöl? Azt is. Elmondtam a repertoárodat? Igen. Há! Valami bővítmény esetleg? Meg szoktam anyával sütit sütni. Kurkumát! Igen, sütit sütni? Mi a kedvenc sütid? Igazából mindegyiket. Minden sütid. Ez egy jó válasz, ez egy fiatal embertől. Hány éves vagy? 13 éves. 13 éves fiatal embernek az a dolga, hogy minden szeressen, ne? Nem? És mindig éhes legyen. Hús szereted-e? Imád. Melyiket szereted? Mindegyiket. Mindegyiket. Kicsit hangosabban. Mindegyiket. Mindegyik hús szereted. Tehát a birkát is megeszed. Azt is.
Jaj, te egy rendes gyerek vagy. Jól nevelt az anyád. Melyik az anyád? Nincs itt most. Nincs itt az anyád. Na, tehát fűszersó. Mediterrán fűszersó. A mediterrán fűszersóhoz mutatom. Ezt én belerakom, jó? Ezt az egyet, jó? A gyerekeim azt szokták mondani, hogy ilyen szép sót kell vásárolni. Nyugodtan gyertek közelebb. Ilyen szép sót kell vásárolni. Tudjátok, ez van a perecen. Megvan? Ez a gyönyörű nagy szemű só, ami sütés közben nem fog elolvadni, de amikor hús sütünk, akkor csodálatosan el fog olvadni. Na, kell ehhez a recepthez 15 deka dekor fűszersó. Ez úgy kb. Szerintem ennyi. Mostantól te jössz. Erik? Igen. Erik, no már most. Milyen fesztiválon vagyunk? Úristen! Levendula fesztivál. Szerinted mi lesz az egyik alkotó eleme? Levendula. Tökéletes. Tökéletes a megfejtés. Először is rakunk bele levendulát. Milyen levendulát? Szárított levendulát. Ezt tavaly szedtem. Tökéletesen megfelel erre a célra. Morzsolt bele. Mondjuk, bocs. Morzsolt bele. Úgyni. Nem kell félni, a levendula ebben a fűszersóban semmiképpen nem lesz uralkodó. És miért nem lesz uralkodó? Mert hozzáteszünk még ötféle fűszert pontosan. Erik úgy mozsol, mint senki. Úgy, de a szárát ne dolgozz be, légy szíves. Jó lesz az, jó lesz, tök jó lesz. Nagyon ügyes vagy. Tökéletes. Aztán, ezt ide rakjuk, következnek a fűszerek. Mutatom sorba. Kell hozzá kakukkfű. Mindegyik fűszerből innentől kell hozzá egy darab evőkanálnyi. Meg tudod oldani? Tehát kell bele kakukkfű. Kakukkfűt mit szoktunk kakukkfűvel ízesíteni? Általában egy dolgot szoktak mondani. Csirke mellett? Vagy pedig? Még valami? Flamad marha pörkölt valakinek megvan? Hogy milyen finom az kakukkfűvel? Egy volt? Jó. Nagyon finom, próbálják ki. Aztán jön a következő, Major Anna. Én ezt kiskoromban úgy szoktam hívni, hogy májfűszer. Az édesanyám csak csirkemájra szokta, illetve resztelt májra szokta használni. Semmi mással nem használta anyukám, mert ebben szocializálódott, hogy nem használta mással. Te mire szoktad használni a Major Annát? Csirkére. Teljesen jó. Mivel? Csak rászórod. Következő, ezt nem árulom, mert ezt kiszagolod-e? Na figyelj, már láttad, mi? Már láttad, ah! Na akkor, aki nem, de mindenki látta már. Na nézd csak ide, ezt szagold meg, cica. Szagold meg. Nem kurkuma. Na milyen illata van? Jó. Jó illata van, nagyon cuki vagy. Ez nagyon finom rozmarin, ez egy negyed kanál lesz, többit rakhatod bele. A nyúl nagy barátja a rozmarin. Mi nálunk úgy hívják, hogy tepsifüles, bocs, ne haragudj. Nagyon finom, egy-két rozmarin ágat berakunk a hasüregbe, tökéletes lesz. Megsózzuk, megborsózzuk, más fűszert nem is nagyon kíván, mert a rozmarin is erőteljesen uralkodó fűszer. Meg vagyunk, cica? Jó, nagyon jó vagy. Aztán következik egy kis kömény. Kömény. Parancsolj. A köményt azt nagyon régóta használjuk, még az átkosban is az édesanyámnak a fűszer tárához hozzá tartozott a kömény. Általában leves szokott levesz készíteni, illetve kelkáposzta főzeléket. És most következik az utolsó fűszer hozzá, amit kiskoromban én krumpli főzelék fűszernek hívtam, ez pedig a babérlevél, többet nem kell használnod. Pici ujjaid, de tiszta a kezed? Hát, úgyis ajándékba odaadjuk valakinek, jó lesz, az nyugodtan. Kettőt vegyél, és ahogy össze tudod törni, a te kezed tiszta? Hát, törjette, amilyen apróra csak tudod. Meg én is török egyet bele.
a babérlevelet csak beletépkedem, használhatnánk őröltet is, de én esküszöm az egész babérlevélre. Ez pontosan olyan, mint a szerecsendió. Szerecsendiót is mindig egészben használjunk, és mindig használat előtt reszeljük le, mert meggyőződésem, hogy a zacskóba az őrölt szerecsendió elfárad. Tehát elfáradnak az ízek, az illatok, tehát mindig, mindig magunk reszeljünk. Erik megdolgozott egy tapsért lassan? Nagyon ügyes! Hangosabb, hangosabb! Nagyon ügyes vagy. Már csak egy kavarás kell. Tök jó vagy. Nagyon ügyes vagy. Leszel a hostessem egy percre? Én föl vagyok itt most pórázolva. Figyelj, körbe viszed, hogy szagolják meg. Jó? Tehát kettő sütit tehetsz. Hármat, jó? Szagoltas körbe. Hogy milyen jó illata van, ugye? Ugye, hogy jó? Tökéletes volt az a megfejtés, aki mondta, hogy sertéshez. Tehát tarját tökéletesen lehet vele fűszerezni. Egy pici olajos bekezelés után sózzuk ezzel meg, ezzel a fűszersóval, körülbelül egy másfél órát hagyjuk állni, és aztán már is mehet a sütőbe, vagy a grillre. A csomagolás, ha már ennél tartunk, a csomagolás, én ezt ajándéknak is szoktam ajánlani, amikor karácsonykor gasztró ajándékot készítünk. Adok receptet mindjárt, jó? Tessék, ezt hazaviheti. Tehát gasztró ajándéknak tökéletes. Miért? Mert szapora. Nem kerül nagyon sokba. Benne van szívünk, lelkünk, meg az időnk, és ugyebár én azt gondolom, hogy a megajándékozottnak az a legnagyobb ajándék, hogy az időnket neki áldoztuk, mert mi készítem, addig rá gondolok, ugye? Szerintem ez egy nagyon jó gondolat. Tehát berakom csinosan ezt a levendulás mediterrán fűszersót. Így. Amit Erik készített szent kezeivel. És a muterod nem volt itt. Há. Most már itt van? Hol az anyukád? Szia, anyuka, nagyon jól nevelted a gyereket, mert mindent szeret, azt mondta. És olyan ügyes volt, hogy pont annyit készített, amennyi ebbe belefért. És ezt a végén, akinek majd mondok egy kérdést, és megfejti, annak odaadom ajándékba. Ilyenkor szokott eljutni az a pillanat, hogy jó, de már annyit beszélt ez a csaj, hogy mikor eszik. Ez a pillanat jött el ebben a percben, tehát levendulás sütik, tehát lett egy kis hús, most jön egy kis süti. Mindenféle süteménynek úgy gondolom jól áll egy kicsi, hangsúlyozom, egy pici levendula, levendula szezonban. De még egyszer mondom, picike. Hol jelenjen meg a levendula a süteményben? Vagy, hogyha tortát készítünk, jelenjen meg vagy a tésztába, vagy a krémbe. Mind a kettőbe sose. Tehát válasszuk, vagy egyiket, vagy másikat. Aztán, amikor levendulával ízesítünk mondjuk egy pitét, a piténél a gyümölcsöket, ugyebár előtte beszoktuk cukrozni. A cukrot ízesítsük meg egy kis levendulával, őrölt levendulával. Úgy lehet őrölt levendulát készíteni, hogy fogom a kávédarálómat, belerakom a szárított levendulát, illetve rakok hozzá kristálycukrot, és megnyomom a gombot. Már is kész van a levendulás porcukor. És ezzel nyugodtan be lehet ízesíteni előre a pite gyümölcsöket. Na már most, ha előjönne az a kis fiatalember, aki velem jött, Jocó, igen, ő az én hostessem ma, és a fűszersós receptet, hogyha valakit érdekel, az körbeosztogatja, jó? Már egy hostess kerestem, magas, fiatal, vékony, szőke lányokat, de csak ő jelentkezett, úgyhogy ő a férjem. Tehát visszatérve a pitékre. Tehát a pite, a mai pite, amivel készültem, ez egy cseresznyés, levendulás pite. A cseresznyét az előző módon elmondottak szerint beízesítettem, tehát annak is van egy kis levendula íze, illetve a pitébe magába raktam őrölt levendulát. Na most fogják akasztani a hóhért, meg lehet kóstolni.
Tehát a pohárkrémek. Én nagy kedvelője vagyok a pohárkrémeknek. A mai nap két félével is készültem. Az egyik egy levendulás grízpuding, a másik pedig egy levendulás citromos túrókrém. Elnézést kérnék az állaga miatt, nagyon meleg van. Hogyha otthon készítjük, és rögtön kiveszem a hűtőszekrényből, nem ilyen az állaga, de most egy kicsikét lágyabb, mint amilyennek kellene lenni éppen, de szerintem kóstolásra érdemes. Ez a grízpuding. Ez hogy készül a grízpuding? A grízpuding nagyon egyszerű. Szerintem nettó 15 perc alatt kész van. A grízpuding miért jó? Egy, hogy nagyon finom. Kettő, számtalan módon lehet ízesíteni. Én háromfajta ízesítést próbáltam ki, és háromfajta vált be. Az egyik ugyebár a bodzás, bodzaszörpe, a másik a mentás, mentaszörpe, illetve a mai, a levendulás, levendulaszörpe készült. Semmi más dolog nincs vele, csak annyi, hogy felforralok egy bizonyos dolgot. Tejet, tejszint, ugyanannyi mennyiséget. Mindig arra figyeljünk, ha tejszínt vásárolunk, 20, de inkább 30%-osat vegyünk. Meggyőződésem, hogy 30% alatt nincs tejszín. Ugyebár. Hogyha veszek egy házi tejet, az 4 hetes tej, el lehet képzelni, hogy a másfelesben mennyi van körülbelül. No már most, tapasztalatból bólogasz te is, úgy látom. Igen, tehát egyforma mennyiségű tej és tejszín. Egyszerűen felforralok. Rakok bele cukrot, és utána egy kicsike búzadarát. Nem olyan búzadara mennyiséget, mint hogy a tejbedarát készítenénk, hanem sokkal kevesebbet, illetve egy másik tűzön, pedig körülbelül 50 másodperc alatt felolvasztok egy kis zselatint. Ezt a kettőt összeöntöm, ízesítem a megfelelő szörpet, tehát menta, bodza, vagy levendula, és kiöntöm. Hogy néz ki? Hát mivel meleg van, a szívecskés, a grízpuding egy, igen, illetve a másik kettő az eperlekváros. Az a grízpuding, tehát így is lehet tálalni. Szerintem nagyon szép a szemnek, és eperlekvárral pedig egyenesen fölséges. Megkóstoljátok? Igen. A sor itt képződjön. No, hogyha mindenki megkóstolta, akkor, mint mondtam, egy kis szünet után, mert ezt is meg szeretném mutatni, kár, hogy nem süt a nap, ez a világ leggyönyörűbb levendulás keksze. Miért? Nem csak azért, mert finom, hanem azért, mert úgy készült, hogy magát a linzer alapú kekszet, mielőtt megsütöttem volna, kristálycukorba megmártottam, és úgy sütöttem ki. Nagyon kell erre figyelni, nézegetni, hogy nehogy megbarnuljon, de higgyétek el, ha sütne a nap, szikrázóan csillog ez a keksz, és szerintem nagyon-nagyon finom. Úgyhogy kóstoljátok meg, aztán jön a következő pohárkrém. Nagyon egyszerű kis sütemény, ebben is őrölt levendula van. A kérdés a fűszer sóira a következő, hogy hívják a férjemet? Ott a pont! Gyere ide! Igen! Gratulálok! Viki! Te figyeltél a legjobban! Jó egészséget a fűszersóhoz! Minden bemutatón ez a kérdés.
most pedig következzék egy olyan fánk, ami természetesen levendulát tartalmaz, mégpedig szörp formájában. Tehát levendula szörpös fánkot fogok készíteni körülbelül 3-5 perc alatt. Mindenki elkészítheti munkából hazaesve, hogyha enne egy kis édességet, illetve a gyerek megfelelő mennyiségben nyafog, hogy anya már süssön fánkot, akkor remek választás ez a fánk. Mi kell hozzá? Mondom a hozzávalókat, a száraz hozzávalók, ez 2 adagos mennyiség, ez kell 40 deka liszt, én ez a liszthez már adtam 2 csipet sót, illetve 1 mokáskanál szódabikarbonát, tehát a száraz alapanyagokat berakom ebbe a tálba, így. Ehhez adok mindössze 2 darab evőkanál cukrot, nem kell több, csak 2. És ez kristálycukor lehet teljes mértékben. Ezt összekeverem. Ugye eddig roppant egyszerű. Jó. Most jöjjenek a nedves hozzávalók. Természetesen tojással kezdem. A dupla adaghoz 4 darab tojást szükségeltetik. Természetesen egyesével letörve. Ezt a fánk receptet nem csak levendula szörppel, hanem menta szörppel, illetve bodza szörppel is elkészíthetjük. Természetesen más-más szörp használatakor más ízt kapunk, de a teste, a fánk teste az ugyanolyan marad. Picit lazán felverem, de tényleg csak lazán. Nem kell túl sokat izmozni vele. Aztán jöjjön a szörp. A szörpből 1 adaghoz 1 deciliternyi dukál, tehát ehhez adok 2 darab decilitert, és ezt is összekeverem. Azért kellett ugyebár kevesebb cukor, mert a szörp nagyon édes. Tehát ha túl sok cukrot raktam volna bele, akkor sülés folyamán a fánkom teljesen megbarnulna. Ezután jön hozzá egy kis zsiradék, ami jelen pillanatban olaj formájába fog belekerülni. 1 adagnyi, 2 adagnyi, és összekeverem. Megvan a száraz, megvan a nedves, következő epizód pedig az lesz, hogy a 2-t egészen egyszerűen összeöntöm. Mit kell kapnom? Egy lágy nokelli tészta jellegű tésztát. Amit aztán forró olajba azonnal kisütök. Aki extra módon szeretné, hogy levendulás legyen, ebben a fázisban hozzá tehet még őrölt, szárított levendulát. Megmondom őszintén, én ennek nem vagyok híve, mert gyorsan a levendula szirmok megéghetnek, ha nem vagyunk elég ügyesek, úgyhogy én most ilyen kényelmi pályán fogom önöknek ezt bemutatni. Így, és nézzék meg, tökéletes az állaga, és szerintem benne voltam a 4 percben. Megfelelő hőfokra melegítettem az olajat, és 2 kanál segítségével beleszaggatom a fánkokat. A hőforrásra mindig figyeljünk, hogy ne legyen túl meleg, mert abban az esetben a külseje, ugye a fánkoknál ez jellemző, a külseje meg fog égni, belül pedig nem sül át a tészta. Ez egy olyan fánk, hogy tök mindegy milyen a formája. Itt az ízre megyünk. És ugyebár van benne egy kicsike sütőpor, így meg fog dagadni. Édesanyám ezt kalámfánknak hívta annak idején, és gulyásleves mellé tökéletes. Második. Nézzék csak, hogy sülnek a fánkocskák. Jó. Sose rakjunk egyszerre sokat bele. Így. És aztán jön az eszköz, és forgassunk.
Nézzék meg, milyen gyorsan megsültek. És hogyha extra finomat szeretnénk, akkor mindenképpen levendulás porcukorral hintsük meg a végeredményt. Annyira imádom, hogy sül a fánk, és egyre többen vannak körülöttem. Így. Természetesen a fánkot nem csak porcukorral kínálhatjuk, ugyebár június dereka van, tehát ilyenkor minden tisztes, rendes és helyenként takaros háziasszony már megfelelő mennyiségű eperlekvárt pakolt a spájzába vagy a kamrájába, úgyhogy itt a lehetőség, hogy az első üveget kibontsuk és bekóstoljuk, hogy megfelelően finom lett-e az idén is, bár megmondom őszintén, hogy eperlekvárt még nem szúrtam el, illetve nem sikerült annyira rosszul, hogy ez nem fogjon el. No, én megsültnek ítélem meg az első adagot, és egészen egyszerűen kiszedem előzőekben egy papírral kibérlelt tárra. Természetesen addig folytatom, ameddig el nem fogynak a hozzávalók. És nézzék meg, hogy a egyébként nem túl csinos kis fánk halmok a végére, mire elkészülnek, teljesen fogyaszthatók lesznek. És ennek szívecske formája van. Ezt direkt így akartam. Jó. Akkor még egyet sütök. Jó. Csinosan felrakom. Jön a porcukros bedolgozás. Így. Rakhatunk hozzá pár darab levendulát. Ez nagyon jól fog kinézni, hogyha megszórom porcukorra. Nézzék csak! Gyönyörű! És elkészült az első levendulás kanálfánk. Csak is Köröshegyen, és csak is a fesztiválosoknak. Most sütöttem. Igen, hogy mi ízlett jobban? A levendulás fánk, esetleg a levendulás keksz, vagy netalántán a grease puding? Hát ennek eldöntését önökre bízom. Készítsék el valamennyit, és döntsék el, melyik a legfinomabb. Én itt leszek a jövő héten is, a viszontlátásra!